Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az Állatorvos Tudományi Egyetem belgyógyászati tanszékének műszeres diagnosztikai laborjában. A belgyógyászati tanszéken, ami a kisállatklinikán belül az egyik klinikai tanszék, elsősorban kutyák, macskák gyógyításával foglalkozunk. A műszeres diagnosztikai egység ez alól kivételt képez, mert itt a speciális műszereknek, például az ultrahangnak köszönhetően minden olyan állat fajt, ami befér egy ilyen vizsgálóasztalra, megvizsgálunk, tehát kisemlősöket, hüllőket, néha madarakat is. És hát a tengeri malacok vizsgálatáról tulajdonképpen nem tudok mást mondani, mint az összes többi emlős vizsgálatáról, tehát ezeket altatás nélkül itt az asztalon egy puha baba pelenkázóra fektetve végezzük. Nem szükséges az állatokat koplaltatni hozzá, bár a növényevő állatok, így a nyúl és a tengerimalac nagyon sok gázt tartalmaz a bélcsatornájában, ami zavarja az ultrahangvizsgálatot, de ezt megpróbáljuk az állat pici kis döntögetésével és a vizsgáló fej nyomásának, az picit enyhe nyomásával félre masszírozgatni az útból, hogy azokat a szerveket is meg tudjuk vizsgálni, amit a gázos bélkacs éppen eltakar. Tehát nem kell koplaltatni ezeket az állatokat, ezek általában ugye nagyon kis méretű, kis testtömegű állatok, tehát nem is tűrik jól a koplaltatást, és veszélyes is lehet, hogyha nem adunk nekik enni. Általában, ha ultrahangvizsgálatra kerülnek, akkor egyébként is valami betegségben szenvednek, tehát gyakran egyébként nem esznek olyan jól, mint az egészséges társaik, de külön koplaltatni, hangsúlyozom, nem kell őket. A vizsgálatnál a hasuk, amelyben hasi vizsgálatról van szó, a hasukról egy kevés szőrt eltávolítunk egy szőrnyíróval, ez abszolút nem fájdalmas, és maga a vizsgálat során is egy ilyen nagyon finom hátonfekvésben szeliden rögzítjük őket. Ez a tengeri malacnál különösen fontos, hiszen az egyik legstresszérzékenyebb állatfajról van szó, tehát igyekszünk gyorsan elvégezni a vizsgálatot, és a rögzítésnél pedig maximálisan arra törekszünk, hogy hát ezek a malacok ezek ne nagyon izgassák fel magukat a vizsgálat során. A vizsgálat nem az első lépése egy beteg tengeri malac diagnosztikájának, először is egy szakemberhez kell fordulni. Itt nálunk az Állatorvos Tudományi Egyetemen az egzotikus tanszék munkatársai értenek a legjobban a kisemlősök vizsgálatához, tehát ők vizsgálnak meg egy beteg tengeri malacot, és amennyiben ők akár a tapintásos lelet alapján, akár egy vérvizsgálat vagy egy röntgenvizsgálat alapján arra gyanakodnak, hogy az ultrahanggal tudunk ábrázolni egy szervi eltérést, akkor küldik tovább ultrahangvizsgálatra az állatot. Az ultrahanggal a parenhim szervek, az a parenhim szó az azt jelenti, hogy a normális ilyen szöveti struktúrát adó szervek, tehát máj, vese, illetve a folyadékot tartalmazó szervek, mint a húgyhólyag vizsgálhatóak jól. A gyomor-bélcsatorna az nem, tehát ahogy az előbb említettem, ez a gáz, ez inkább az ellenségünk, de nyilván azért meg lehet vizsgálni a tengeri malacokat. A gázos részek és a csontváz az röntgen vizsgálattal képezhető le a legmegfelelőbben. Tengeri malacoknak is megvan a maguk leggyakoribb betegségköre, mint minden állatfajnak. És hát ezen belül megvan az a betegségkör, ami miatt ultrahangvizsgálatra kerülnek, hiszen a leggyakoribb betegség az gyakran valami fogászati vagy emésztőszervi beavatkozás, és ahogy említettem, a csontozat és a gyomorbélcsatorna az nem alkalmas az ultrahangvizsgálatra. Szóval ami miatt leggyakrabban ultrahangvizsgálatra kerül a tengeri malacok, az a nőstény malacoknál a nemi szerveknek az elváltozásai, így egy mély gyulladás vagy egy mély daganat szerencsétlen esetben, illetve a húgyutaknak az elváltozásai, húgykövesség vagy húgyuti gyulladás miatt. Tehát ezek a leggyakoribb indikációk, de természetesen a tengeri malacoknál is előfordul daganatos betegség, ahol szintén az ultrahangvizsgálat tudja gyakran felfedezni vagy megerősíteni ennek a gyanúját.